Több Bonyhád közeli útszakasz is megújult az idén. A munkák során egészen az alapoktól a védő és aszfalt rétegekig rekonstruálták az érintett részeket. Nem volt könnyű dolguk a szakembereknek, ugyanis a lápos, mocsaras talajra épült régi aszfalt már teljesen eldeformálódott. Emellett tatarozták a vízzel vezető árkokat, patkákat, de még két új buszöböl is kialakításra került. Ez a beruházás ebbe a választókörzetbe három projektelemből állt össze. Nagyon fontos tudni, hogy ez a terület és területfejlesztés operatív program keretében valósult meg. A három projektelem összesen bruttó közel 1 milliárd forintba került, ez teljes egészében az uniós forrásból került megvalósításra. Bonyhád város belterületi szakaszát is mostanra már szinte teljesen felújították, jelzőlámpás csomópont került kiépítésre a Rákóczi utca és a Forberger utca találkozásánál. Megvalósításakor a legmodernebb készülékeket szerelték be, így a vakok és gyengénlátók közlekedését itt már hangrendszer is segíti. Nekünk városvezetőnek az a célunk és az a feladatunk, hogy akár önkormányzati ingatlanon, önkormányzati tulajdonban lévő úton és járdákon, akár pedig a magyar állam tulajdonában lévő, amit a Magyar Közút üzemeltet, azon olyan minőségben és olyan elvárásoknak megfelelően lehessen közlekedni a mindennapokban, ami biztonságos és ami a balesetmentesen történhet. Ezért örülök annak, hogy kiváló partnere volt a városnak a Magyar Közút Tóna megye igazgatósága igazgatóúrral az élen. Ennek a projektnek a révén olyan új járdaszigetek és útrészek alakulhattak ki, amikre már régóta nagy szükség volt. De emellett még a parkolókat is sikerült megújítani, ezzel megkönnyítve a városlakók életét és biztonságosabbá téve a közlekedést.